Sziasztok! Ezt nem fogjátok elhinni. Már hetek óta dolgozom ezen a kódon. Ez egy egyparancsos szerkezet, és hát eléggé összetett, és mondom, már hetek óta dolgozom rajta, és végre sikerült megcsinálnom Minecraftban egy parancsos Rocket League. De komolyan, nagyon állatul néz ki, meg is mutatom. Le kell rakni természetesen egy command blokkot, belemásolom ezt a szép hosszú kódot, átállítom Always Active-re, aztán Done. Itt jön egy kis töltögetés, igen, egy kicsit akad, és aztán nagyon komoly, tisztára olyan, mintha játékban lennénk. Jó, persze a színek nem passzolnak, meg talán egy kicsit fura a mozgása, de nagyon állat, nagyon, nagyon látványos. Hamarosan fogok természetesen videót készíteni róla, eléggé összetett, nem tudom mennyire menjek bele a részletekbe, valószínűleg csak úgy felszínesen fogom magyarázni. De a leírásban már kirakom a kódot, ott lesz a link, le tudjátok tölteni, ki tudjátok próbálni. Hát jó szórakozást hozzá! Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok használni a scoreboardnak ezt a tag funkcióját, hogy ez milyen király dolog is, és hogy miben könnyíti meg az életünket. És hát az a cél, hogy a videó végére ti is megszeressétek. A tapasztalat az, hogy sokan nem ismerik, vagy nem tudják, hogy kell használni, pedig valójában egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és hát remélem meg fogjátok szeretni a videó végére, és használni fogjátok. A tag az, hát mint ahogy a neve is sugallja, arra jó, hogy megjelöljünk, címkével lássunk el entitásokat. Ilyet korábban például score-okkal csináltunk, felvettünk ugye egy dummy-t, és annak adtunk egy értéket, mármint annak az entitásnak ezt a score-ját beállítottuk valamire, és akkor így tudtunk rá hivatkozni szelektorból. Mert például valamit ki akarunk választani egy entitást, tehát hogy ne az összes zombin, mit tudom én, legyen egy effekt, hanem csak egy kiválasztott zombin, és ugye ennek adtunk egy score-t, és akkor azzal a zombival futtattuk le azt az effektet, akinek a score-ja az valamennyi. A másik lehetőség, hogy átneveztük az entitást, az is jó, az is működik, egy fokkal még kényelmesebb is, mert ugye a score-os megoldásnál föl kellett venni a score-t, itt a nevesnél viszont még ez sem kell, csak adunk neki egy nevet. Viszont ennél a típusát is figyelembe kell venni, mert ha csak annyit írok, hogy az ilyen nevű entitás, akkor ha följön egy ilyen játékos, hát akkor rajta is használni fogja ugye azokat a parancsokat. Na de a tag még jobban megkönnyíti a dolgunkat, ugyanis nagyon könnyű használni, és nem kell előre felvenni semmit, és nagyon rövid is a selector. Így néz ki a parancs, a scoreboard, players, tag, utána ugye egy entitás, most én leszek, és akkor lehet hozzáadni, elvenni és kilistázni. Hozzáadom a csabusához, az magamhoz az, hogy jatekos. Így most van rajtam egy ilyen címke, hogy jatekos, igen, ebbe a tagbe szövegeket tudunk felvenni. És ha szeretnék erre hivatkozni selectorban, akkor azt úgy tudom megtenni, hogy legyen entity selector, ha még általánosabb legyen, tehát kukac-e, és tag egyenlő jatekos. Enter, és nem ír ki semmit, mert ki van kapcsolva az a game rule, hogy send command feedback, ez legyen true. Tehát test for, és ott van found csabusa. És hát ugye ez nem, természetesen nem csak test for lehet, hanem lehet mondjuk egy effekt. Azt mondom, hogy nem csabusára, hanem a játékos taggel rendelkező entitásokkal futtatom le, vagy lehet execute, és akkor bármi lehet. Ez a tag, ez az entitáson van rajta, azon tárolódik. Ezt azért mondom, mert például lehet olyat csinálni, hogy én summon parancsal megidézek egy természetesen malacot, idenni, és már úgy idézem meg, hogy van rajta valamilyen tag. Tags, kettős pont, szögletes zárójel, mert ez egy tömb, ugyanis egy entitáson több tag is lehet. Ez egy ilyen, hogy malac, meg P1, meg P2. Itt van ez a malac, ezen most három tag van, ugye háromféleképpen tudok rá hivatkozni, a P1-jel, a P2-vel és a malaccal. Ugyanígy entity datával is lehet akár módosítani ennek az értékét, mint ugye a többi MBT-jének. Azt mondom, hogy az az entitás, akinek P1 tagje van, azzal történjen valami, hát most ugye a taget mondtam, úgyhogy legyen a tag, az valami más. És ez ugye felülírja a meglévőt. Tehát ha ide most csak annyit írok, hogy P0, akkor lekerül róla a malac is, a P1 és a P2 is. Tehát most a malacon csak P0 van, tehát hogy megpróbálom ezt még egyszer lefuttatni, akkor nem fog sikerülni. Ugyanis most már nincsen rajta az, hogy P1.
Korábban már egyébként mutattam videóban ezt a teget, ott, amikor hogyan lehet érzékelni azt, hogy valaki alatt valamilyen blokk van, abban mutattam azt, hogy ha több parancsot szeretnétek, akkor rakjatok rá ilyen teget. Nézzetek vissza azt a videót, most nem fogom azt még egyszer megépíteni, de az ez volt ugye. És ott mutattam, hogy a végén ugye le kell venni a teget, azt ugye a remove-val lehet, vagy akár ezzel az entity datás módszerrel, de hát nem biztos, hogy törölni akarjuk az összes teget róla. Így ezzel a parancsal most azon, akint P0 van, arra leveszem a P0-át, de igazából felesleges, mert úgyis csak azokról tudja levenni, tehát elég ennyi. Mindenkiről vegye le a P0-át, aki nincs, arról nincs mit levenni, aki megvan, arról leveszi. Ott írja, hogy entity didn't have P0, az ugye én vagyok, nekem nincsen nullám, a második soron írja, hogy levette, a malasztról sikerült levennie. És hát ugye rengeteg lehetőség van, ugye a felrakásnál scoreboard, players, tag, kukac, add, és nem tudom, valami, és ugye utána írhatjuk az MBT rész, hogy mi történik vele, vagy illetve, hogy milyen tagjai vannak, mi történik vele. Például nézzük az age-et, a tárgyaknak van egy ilyen age tagje, ez azt számolja, hogy mennyi tikje lettek kidobva, tehát ha kidobtok egy tárgyat, akkor ez elkezd pörögni, és elérje a 6000-et, azaz 5 percet, akkor eltűnik a tárgy. De én ezt akarom, hogy mondjuk előbb tűnjön el, és mondjuk csak 40-et írok, az elvileg 2 másodperc lesz. És kell ide az S is. Amikor ilyen betűket kell odarakni, az azért van, mert annak az azonosítónak a típusát is oda kell írni. Hát így van megírva a játék. Komolyabb magyarázat nincsen rá. Azt pedig úgy tudjátok megnézni, hogy milyen tag kell hozzá, hogy megnézitek a wiki oldalon, hogy az az azonosító milyen típusa. Itt mellette látjátok ezt a képet, benne van egy betű. Látjátok, az age mellett S van. És mindegyik ilyen MBT tag mellett van egy kis ikon, az mutatja, hogy milyen típusú. És akkor ebből tudjátok, hogy B betű, D betű vagy S betű kell hozzá. Szóval ez a parancsal most minden entitás, aminek ez az age-e, az 40, az kap egy valami taget. Jó, hát most nem talál semmit, úgyhogy ezt berakom egy ilyen ismétlős command blockba. És akkor ugye történjen valami ezzel. Kezdje mondjuk úgy, hogy lefuttat egy particle parancsot. Tehát execute, és azt mondom, hogy a valami tegű entitások futtassák le azt, hogy na most az van, hogy így az execute után sem, és nem egészítik ki a parancsot, úgyhogy ezt így a vágólapra rakom, és inkább először a particle-t kezdem el írni, hogy segítsen nekem. Jaj, nem tudom, fejbe a szintaktikát puskázzunk. Utána a hely kell, az ott, ahol épp van, aztán ugye a méret, és a sebesség, és hogy hány darab, így. És akkor ugye ez elég kell az execute. Legyen mondjuk valami hangja is, az ugye a play sound. Egy kis tűzi játék, legyen ez. Ezt bemásolom ide, és ugye... Jaj, igen, kell az execute, különben csak úgy futtatja ezt. Jó, ez execute, oké. És hát mondjuk a végén az még sima kill. Tehát, felrakom azokra az entitásokra ezt a valami taget, aminek az age az 40. Azokkal lefuttatok egy particle parancsot, akiknek van valami tagje. Ugyanezekkel lefuttatok egy play soundot, és a végén kis nyírom őket. Na lássuk. Egy kicsit kisebbre állítom. Jó, tehát ennyi, ilyen mókás dolgokat lehet csinálni, és látjátok, nem kellett fölvennem egy külön típusú teget, hogy dummy, ugye, mint a score-nál volt, illetve abszolút biztonságos a dolog, ugye, ha csak nevet változtatnék, és itt lenne egy olyan nevű játékos, hát a szegény folyton így ropogna, meg így füstölne, vagy mit csinálna. És ráadásul a tag is rövid, tag egyenlő, és az, amit adtatok. Úgyhogy tök jó, tök hasznos, gyorsan lehet használni, úgyhogy használjátok. Hát azt még a végtelenség lehetne folytatni, hogy itt mikre lehet tesztelni. Például, ha már tárgy, akkor megadhatom neki az item tagjét, hogy csak egy adott tárgy csinálja ezt a robbanást. Mondjuk az legyen a kő. És akkor hiába dobom ki a gyapjút, az nem csinál semmit, de ha követ dobok ki, akkor puff van. Nagyon fontos, hogy ez csak úgy működik, ha a Q-val dobom ki. Tehát, hogy ezt most kézzel kihúzom, akkor nem. Ilyenkor nem tudom, mi van, valószínűleg valami más értékről, valószínűleg nagyobb értékről indul az élete, és akkor így átugorja ezt a 40-es részt. Nem tudom még milyen példát mondhatnék, rengeteg van. Ugye, amit summonból meg tudtok adni, azt itt tudjátok tesztelni.
és hát nézzetek meg pár summon generátort, rengeteg féle tag van. De mondjuk maradjunk a tárgyaknál, még mi lehet érdekes. Például van egy olyan, hogy on ground, hogy épp a földön áll-e, illetve épp egy blokkon áll. Ez, látjátok, ez már más típusú, ez byte, úgyhogy B betűt kell odaírni. Ugye, mint mondtam, az ikonról látszik, ami előtte van a wiki oldalon. Jaj, megölt, mert a... Jaj, jaj. Hát ezt lehet, hogy egy kicsit elcsesztem. Úgy ezt nagyon elcsesztem. Jó. Ó, mekkora fél, erre nem is gondoltam. Ugye nem kötöttem ki, hogy milyen típusú entitások, úgyhogy rám is hatással van. Én is entitás vagyok, a játékos is egy entitás, úgyhogy most folyamatosan kinyír, ahogy föléledek. Hát nagyon jó. De legalább látványosan. Ezeket az MBT-ket summon generátorokból, illetve a Minecraft Wiki oldaláról tudjátok kipuskázni, és hát igen sok mindent lehet tesztelni. Az, hogy milyen blokk van alatta, azt egy másik videóban mutattam, és hát igen, legyetek kreatívak. Ez a tag, ez igazából nem hoz be nagyon új funkciót, tehát ugyanezt el tudjuk érni szkórokkal is, csak sokkal kényelmesebb és okosabb lesz a rendszer. Meg hát nekünk is gyorsabb az építés, hogyha nem kell előtte fölvenni, meg egyéb dolgokra figyelni. Ez a tag, ez csak parancsból van. Nincs olyan, hogy felcsatlakozik valaki a pályára, és már vannak rajta tagek, ezeket parancsból lehet megadni. Úgyhogy itt tök biztonságosan elég csak annyit írni a szelektorba, hogy aki ilyen tag van. És akkor előtte írhattok akármilyen cifra feltételt, azt csak egy helyen kell megírni, és utána ezzel a taggel hivatkoztok rá. Jó, hát remélem sikerült mindenkit meggyőzni, hogy ez egy nagyon állat dolog, úgyhogy használjátok. A parancsokat természetesen kimásolom a leírásba, ott van lent a leírásba, minden a leírásba van. A kézikönyv óvjon. Na, még egy robbantást utoljára. Ah.